van maga a bejárata, itt van, és ott lent van a küszöbkő, tehát hogy innen volt a lejárat valószínűleg, tehát fölülről sétáltak le. Közel másfél hónapja dolgoznak a Szent István Király Múzeum munkatársai a Városháza díszudvarán, melynek a rekonstrukciója szeptember végén indult el. A régészeti megfigyelés során dr. Eich Szabinának és csapatának sikerült középkori objektumokra bukkanniuk. Ez a terület az egykori korai történeti városmagtól északra helyezkedett el, az úgynevezett Váralja település lehetett. Itt ezen a területen hasonlóan a Hímelházhoz valószínűleg ilyen háztelkek lehettek, kisebb utcákkal tagolva. Mi ennek egy részletét találtuk meg, valószínűleg egy alápincézett háznak a pincefalát találtuk meg. Ezt onnan tudjuk, hogy magának a lejárata is nagyon szépen megmaradt. Reich Szabina azt is elárulta, hogy egy nagyobb méretű gödröt is azonosítottak, melyből késő középkori kerámia leletek kerültek elő. A szakember azt is elmondta, hogy utoljára az 1930-as években Dormuth Árpád végzett kutatásokat. Ő kisebb falszakaszokat, várfalszakaszt talált, valamint egy egykori csatorna részletét, és azóta igazából nem történt komolyabb kutatás ezen a területen. A szakember arról is beszélt, hogy a helyszínen egy észak-déli irányú, tört kövekből épült falmaradványt lehet látni. Ez körülbelül a mai járószinthez képest már 90 cm-en jelentkeztek ez a fal. Valószínűleg a pincének a nyugati zárófalával van dolgunk, és az itt előkerült kerámia leletek azok a 14-16. Századból származnak, így feltételezhetjük, hogy ez a pince is így a késő középkorra keltezhető. A pince valószínűleg egy kisebb utca mentén álló ház részét képezte, és az utcáról lehetett lejutni a helyiségbe. A közelben húzódó Kossuth Lajos utca követi a középkori utcavonalat.